Tovább adom a szót, ami évekkel ezelőtt is már, amikor erről gondolkoztunk, hogy milyen irányba kell a turisztikai szolgáltatásokat fejleszteni, az, hogy több városnéző túra is szerepel. A kártya megalkotói, működtetői, olyan online szolgáltatást is csatolnak a kártyához, amellyel városnéző túrákat, az a Packet Ride rendszert is használhatják az ide látogató turisták. Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy Budapestet turisztikai szempontból vonzóvá tegyük, és megpróbáljuk versenyben maradni más városok turisztikai szolgáltatásaival. Köszönöm a figyelmüket! Köszönjük szépen, főpolgármester helyettes úrnak! Most pedig szeretném kérni Vitézi Zsófia ügyvezetőt, azt mondja, hogy tartsa meg a tájékoztatót. Köszönöm szépen, főpolgármester helyettes úrnak, méltó szavait, és engedje meg, hogy örömmel fejezzem ki, hogy azonnal észrevette azt, hogy mi is az újdonság, és mi is a szerintünk is nagyon jó dolog, és előremutató dolog ebben a kártyában. Természetesen erről majd kollégám is fog beszélni részletesebben, de valóban a lényeg az, hogy adatokat nyerünk már a használat során az ideérkező turistáknak a szokásairól, és a regisztrációs rendszer alapján kérhetünk plusz adatokat is, tehát ez valóban a kutatással nem is egyenes, de alapadatokat fog számunkra szolgáltatni arról, hogy kik is és milyen célra keresik a fővárost, milyen turisztikai célra keresik fel a fővárost, és milyen partnerek szolgáltatásait veszik igénybe. Ez ugye üzleti szempontból is nagyon fontos, hiszen az eddigi kártyánk az egy buta kártya volt, ez tulajdonképpen azért volt plastik lap, hogy ne gyűlöljön, sok más mindent nem tudott. Ez a kártya viszont tudni fogja azt is számomra, és az elszámolást megkönnyítve, hogy hol mennyit használták valójában ezt a kártyát, de erről majd a továbbiakban a kollégáim fognak beszélni. És ha már a kollégáimat próbálkoztam, engedjék meg, akik még nem ismerik a szakma újságírói közül, hogy bemutassam új kollégánkat, Máté Gábor, aki a turisztikai divízió vezető lett az idei évben, és azonnal beletette magát a munkába, többek között a kártya összeállításának utolsó simítása és az ő irányítása alatt zajlottak, de sok egyéb tevékenységet is átvett. És hát természetesen most még az első időben az ismerkedési fázison van túl, ami azt jelenti, hogy a szakmai szervezetekkel felvette a kapcsolatot, az általuk megfogalmazott problémákra folyamatosan igyekszünk választ adni és kialakítani a megfelelő stratégiát, ami persze nem egyszerű, hiszen mindegyen tudjuk, akik ebben a szakmában dolgozunk, hogy azért budapesti turisztikai hagyaték az nagyon sok feladatot szolgáltat nekünk, azoknak, akik a turisztikával foglalkoznak, illetve azok mindazoknak, akik a turisztikához kapcsolódó bármilyen más városi tevékenységet folytatnak, itt például a BKK-nak óriási szerepe van a turistabuszok elhelyezése kapcsán, a csatornázási műveknek óriási szerepe van, a üzemhelyek beüzemelése és kultúrák működtetése kapcsán, és természetesen azoknak az intézményeknek, például a fürdőknek, ahol most vagyunk, óriási szerepe van abban, hogy kulturált körülmények között fogadják a turistát, és ez legyen jó, mint adjanak neki, hogyha volt lehetősége az összes fürdőt végigjárni, akkor jöjjön vissza, és a későbbiekben vegye igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Azt ugye látjuk itt például a Lukács fürdőben, hogy a fürdő felújítása nagyon szépen halad, épp ezért sikerült megegyeznünk a VGH-val abban, hogy ezt a fürdőt tesszük most az ingyenes szolgáltatás alapjává, tehát aki kártyát vásárol, az ingyenesen egy alkalommal ingyenesen vehető igénybe a megújult Lukács fürdő szolgáltatásait ebben az évben. Egy pár adatot hadd mondjak el, ami persze nyilván a szakmaságíróknak ismer, de a mi munkánknak nyilvánvalóan ezt képezi az alapját. A KS adatai alapján 2012-ben 7.300.000 vendégéjszaka valósult meg Budapest kereskedelmi szálláshelyei, ami 11-hez képest 10,6%-os emelkedést jelentett. A vendégek átlagos tartózkodási ideje 2,4 éjszaka volt a tavalyi évben.
látogatásunk irányát is majd meg fogja szabni, hogy a turisztikai célra látogatók 79,5% a szabadidős turista és a maradék 20,5% az üzleti turizmus résztvevője, amikor persze világosan látszik, hogy óriási teret van még az üzleti konferencia turizmus számára Budapesten, ami azért a megfelelő infrastruktúra is szépen lassan kialakul, most már csak a légitársaságokban kellene kérni, hogy könnyedén el lehessen jutni Budapestre. Ezúttal is tettünk lépést, bár nyilván nem mi, hanem egy partner, a Budapest Airport szervezett egy Youth Europe nevezetű konferenciát, amelyet a mi cégünk 20 millió forinttal támogatott. A konferencia állítólag az eddig legeredményesebb hasonló konferencia volt, ugye ez az európai végítenek, európai desztináció. Kábor, te vagy a szakértő, majd elmondod, ugye van afrikai rút és van európai, és ez az európai volt, és az európaiak közül azt mondják a szervezők, hogy a legjobb és legeredményesebb volt. Ettől a rendezvénytől azt várjuk mi, mert hiszen nekünk ez az érdekünk, hogy induljanak be új vonalak, jöjjenek új légitársaságok, és minél több közvetlen összeköttetés legyen az átszállás nélküli különböző európai és világvárosokkal, hiszen bennünk ez a célja, és aztán azt a régi turisztikai szerkezetet vissza tudná állítani, hogyha nem csak fapadosok járnának Budapestre, mint amit régen ismerünk, ami a magas színvonalú sokat költő turistákat jelenti. A kártya, hogy egy picit szóval visszatérek a kártyához, a kártya partnerének összeválogatása során fontos szempont volt számunkra az, hogy a nemzeti kulturális intézmények benne legyenek, hiszen a turisták is érdekli ez, hiszen mi is büszkék vagyunk erre, és ezt szeretnénk megmutatni. Ugyanakkor nagyon fontos volt számunkra az, hogy minél több fővárosi intézmény szerepeljen a kártyában, vagy ingyenesen, vagy ha nem sikerült megegyeznünk, akkor bizonyos százalékos térítése, ami azért fontos, mert hiszen mi is fővárosi cég vagyunk, és fontos feladatunknak, hanem a legfontosabbnak tartjuk azt, hogy a fővárost és intézményeit ilyen módon is népszerűsítsük. A múlt évünkről is hangsúlyozok egy pár szót, kihasználva ezt az alkalmat, de tényleg csak egy pár szó, hogy a múlt évben azt mondom, hogy a szakmaiságról, hogy szintén tudják, egy beavatási folyamat volt. Ja, akkor nem én sokolom hát a doktor bárcsak és nénik, oké. Tehát egy beavatáson vagyunk túl, ami azt jelenti, hogy a fesztivál központba olvad a turizmus, ami rengeteg adminisztratív munkát jelentett. Nem tudom, hogy volt-e már valakinek ilyesmiben része, nem kis munka a cégbejegyzést a dolgozói létszám optimálásáig az SMS-ig, amivel egyébként most arra sikerült elkészülünk, tehát ugye ez egy valóban hosszadalmas feladat volt. Az eredményeképpen azonban azt látjuk, hogy sikerült megtakarítanunk egy ilyen 100 millió körüli összeget az előző cégek működéséhez képest, ami azért azt gondolom, hogy nem kevés, és ezt nem úgy értik el, hogy fontos feladatainkat elhagytuk volna, hanem úgy, hogy racionalizáltuk a névból átgondolatlan, vagy arról, vagy párhuzamos működéseket. Bár létezik turisztikai stratégia kezdben, én ilyen feladatomnak gondoltam azt, hogy ezt újra gondoljuk, még pedig a szakmai szervezetek, egyesületek képviselőivel ezt a feladatot Gábor nagyon szépen és nagy türelemmel folytatja. És azt gondolom, hogy szépen fogunk is vele haladni. Itt a legfontosabb rész, az első és legfontosabb lépés az, hogy azokat a problémákat, amelyeket az előbb említettem, az elején, tehát nyilván lehetnénk, ha adódnak másik problémák, azokat megpróbáljuk lépésről lépésre felfedni, leírni, segíteni rajta, akik szövölni. Tehát először is az úgynevezett tűzoltással kell, hogy elkészüljünk, és a hosszú távú stratégia az azt gondolom, hogy a szezon alatt, a szezon végére fog tudni elkészülni. Újra szeretnék indítani az IMÁS kiadványunk rendszerét, ugye a kiadványunk rendszer az marad, van a kártyához kapcsolódó füzet, amit önök is látnak, de ezen kívül a guide és a térkép is, ez ugyanaz, mint a tavalyi rendszer, a nyelvek és a megjelenés számon változott, mivel igyekszünk követni a turisztikai szokásokat, tehát azokon a nyelveken adjuk ki a kiadványainkat, amely nyelveken ezekre szükség van. A budapestinfo.com-mal újra fognak tudni találkozni az utcákon, ezek a kis mi tolikocsiknak hívjuk őket, vagy zsúrkocsinak, mindenki úgy nevezi, ahogy gondolja. Ezek nem tévesztendők,
fognak viselni, és mindenki pontosan az első látásra fogja tudni, hogy ezek a mi berendezéseink, ahol majd egyébként Budapest kártyát és egyéb szolgáltatásokat lehet majd kapni. Azt hiszem, hogy én a magam részéről a nagyobb dolgokat elmondtam, és az összes többi az távolra és másra fog.